A kormány elszámolta magát a tranzakciós illetékkel kapcsolatban, az nem hozza meg a várt bevételeket, mondja a Párbeszéd Magyarországért. A párt szerint az illetékből februárban 13,4 milliárd forint folyt be, ami alig 4,5%-a az éves előirányzatnak. A PM szerint 160 bankból 150 teljes egészében áthárította a tranzakciós illeték terhét az emberekre, ennek ellenére nem teljesülnek az elvárt bevételek. A párt azt mondja, a hétköznapi átutalások helyett a nemzetközi spekulatív pénzforgalmat kellene megadóztatni. Sherin Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Szép jó estét! Olyan furcsa nekem még, hogy egymás után, mint két különböző párt képviselőjét, tehát eddig nem voltak egy adásban, mert egy párthoz tartoztak, és ritkán volt különböző témájuk, de ezen majd túlteszem magam, sőt, már is túltettem magam. Köszönjük szépen! Azt mondja ön, hogy elszámolta magát a kormány, a tranzakciós illetékből nem jött be annyi, mint amennyit vártak, erre meg azt mondja a minisztérium illetékese, hogy ez egy új adónem, és ennek révén nem ismert, hogy milyen szezonális hatások befolyásolják az adóbevétel alakulását. Ezt milyen szezonális hatások befolyásolják? Hogy kezdjem azzal, hogy elnézést, hogyha zilált leszek egy kicsit, mert most estem be Dunakesziről, ott az utcán kampányoltunk még, most este van, ott ugye időközi választás lesz, ez csak azért mondom, hogy itt egy kicsit... Ja, hogy itt is egy kicsit kampányoljak. Itt is egy kicsit kampányoljak, nem csak tehát azért... Ez most egy ilyen műlihegés, mintha el lenne fáradva. Nem, és nem. És egyébként nem is most esett be Dunakesziről, csak most eljátszom. Most este be körülbelül 15 perce. Jó, oké, rendben van. És nem a lihegést hogy... próbáltam eljátszani, hanem azt, hogyha egy kicsit dekoncentrált leszek. Nem arra készültem délután, hogy ide jövök majd, hanem arra készültem, hogy ott helyben legyek Dunakeszin. Na, most nem Dunakeszin vagyunk, hanem Kőbányán. Hanem igen, tranzakciós illeték. Tehát valóban az a helyzet, hogy ugye többször én is már elmondtam, hogy komoly bajok vannak ezzel az adónemmel, ezersebből vérzik, és most nem csak azt látszik rajta, hogy igazságtalan, hanem az is, hogy nem hozzá el a várt bevételeket. Na nyilván jó, egy forgalmi típusú adónál nehéz pontosan megjósolni, hogy mikor mennyi jön be belőle, de a kormány tervéhez képest kevesebb, mint fele jött be időarányosan. Ugye valami 9% körül kellene, hogy bejöjjön. 8-3. Igen, és most 4,5%-nál vagyunk. Ez nagyon, nagyon na jó, kevés. De ezt az adónemet új adónem révén szezonális hatások befolyásolják. Én ezt nem értem, abban reménykedem, hogy ön igen. Hogy új adónem, az adóbevételt mindig befolyásolják a szezonális hatások. De nem attól befolyásolják a szezonális hatások, hogy az új, hanem mert hogy vannak szezonális hatások. Tehát itt már nem értem a kijelentést, meg azt sem tudom, hogy milyen szezonális hatások befolyásolják az adóbevételt. Meg melyek azok a szezonális hatások, melyek a tervezés után jelentkeznek, kizárólag tervezés előtt nem jelentkeznek. Ez itt az egyik ilyen érdekes kérdés. A tény az, hogy kevesebb jött be a tervhez képest, és ebből bajok lehetnek. Olyannyira egyébként, hogy a költségvetési hiány most az éves 40%-ánál van. Ott is nyilván lehet mozgástér, de hogyha így folytatja a kormány, akkor a sárga csekk adóhoz hasonló sarcokat kell kivetnie, vagy újabb megszorításokat kell hoznia. Hát olyan sokan emlegették, hogy olyan túl sok esélye és lehetősége nincs a kormánynak, hogyha áprilisig a konvergencia programig megszorításokat kell eszközölnie, márpedig 10 elemzőből 10 azt mondta itt, hogy erre szükség lesz, hogy akkor meg fogják emelni a tranzakciós illetéket. Hát ugye ezt a tranzakciós illetéket még tovább emelik, amiből ugye a vártnál sokkal kevesebb bevétel jött be egyfelől, másfelől pedig a 160 pénzintézetből 150 át is hárította ezt az ügyfelekre. Hát, hogyha ezt a kormány úgy érzi, hogy ezt érdemes tovább emelni egy nem hatékony adót, amit ugyanakkor az emberekkel megfizettetnek a pénzintézetek, hát lelkük rajta. Nem gondolom, hogy távol áll a kormánytól az ilyen sarcolási intézkedés, de szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz irány lenne. Ehelyett a nemzetközi spekulatív átutalásokat kellene megadóztatni, ezt is már többször elmondtuk, a kormány nem hajlandó erre. Hát, hogyha megemelik majd a tranzakciós illetéket, akkor a bankszövetség elnöke megint lemond. Hát nem tudom, hogy ki fog lemondani. De az csak biztos, úgy elgondolkodtam, hogy egyszer már lemondott emiatt, most meg újra választották, aztán mi lesz, hogyha megemelik a tranzakciós illetéket? Az biztos, hogy ezt a tranzakciós illetéket még jobban megemelik, akkor valószínűleg a várthoz képest valószínűleg nem fog ugyanannyi befolyni. Másrészt az árak, az egyszeri átutalások, a hétköznapi bankolás költségei, azok durván meg fognak emelkedni, és ez az, amit igazából az emberek a bőrükön éreznek. Igen, a nemzetközi pénzmozgások... Ön is látja, hogy nem. Tehát politikailag
ez a legfájdalommentesebb. Azt hangsúlyozni, hogy a csúnya gonosz szolgáltatókkal mi aztán most elbánunk, és akkor is csökkentjük a rezsiteket, és ennek látható jele is vannak, tényleg csökkentik a rezsit, és közben meg egyébként, amikor rezsidet befizeted, és átutalod a rezsidet, akkor abból leveszünk 50-60-70 forintokat, mert hogy átutaljuk a csökkentett rezsinket, akkor abból mi fizetünk a Matolcsi féle tranzakciós adót minden egyes rezsi átutalás után. De hogy ezek ilyen apró pénzek, tehát ez politikailag nem üti ki úgy a biztosítékot, mint nem is lehet összehasonlítani az, hogy mekkora hozadéka van a rezsicsökkentésnek. Hát azért, amikor én a sárgacsék adóról beszélgetek emberekkel, akkor azon nagyon-nagyon fel vannak háborodva. És hogyha ezt még tovább emeli a kormány, akkor szerintem ez az, lehet, hogy most éppen a rezsicsökkentés miatt éppen aktuálisan mindenki erről beszél, hogy Orbán Viktor mekkora hatalmas ostorcsapásokat szenved el szegényként a hátára, de a sárgacsekadó önmagában ez egy borzasztóan népszerűtlen intézkedés, nem véletlenül próbálja a kormány ezt a témát úgymond lekeverni. Szerintem ez egy nagyon rossz irány lenne a kormány szempontjából nézés, vagy az emberek szempontjából nézést is. A mai adásban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi várható Cipruson, mi várható Ciprus után az Unióval, az Unióban, az Euróval, és mi várható a forinttal. Ezzel kapcsolatban ön úgy fogalmazott, hogy hát itt van a lefelé tartó adóverseny, amire a ciprusi gazdaság is épült, mert hogy az igazságtalan és fenntarthatatlan, mint ahogy a magyar kormány lefelé épülő adóversenye is húzta meg a párhuzamot. De itt most nem a gazdasággal, nem a ciprusi gazdasággal van, itt konkrétan a bankrendszer van csődben. Igen. Ez hát, nem az adórendszertől? Hát az, hogy a GDP 7-szeresére növekszik a ciprusi bankrendszer, mint amekkorára növekedett, az amiatt van, mert hogy ez az alacsony adórendszerre működő offshore paradicsom, ez mágnesként vonzotta a tőkét, jövedelmezőbbek voltak a bankok, nagyobb kamatot tudtak kínálni, ezért rengeteg ember vitte oda a pénzét. Az angol bankrendszer 2-szerese az angol GDP-nek, és az elemzők arra is azt mondják, hogy hatalmas nagy. És egy 7-szeresére növekedett bankrendszer, az pedig egészen kezelhetetlen, és azt látjuk, hogy az ilyen rövidtávú szempontok alapján összerakott, lehet, hogy rövidtávon sikeresnek tűnő növekedési modell, azzal hatalmas nagy bajok vannak. És ugye Orbán Viktor személyesen mondta, hogy Európában adóversenyt kell nyerni. Ennek az adóversenynek Ciprus az egyik szélső értéke, aki ezzel az adóversennyel visszaél. Nem csak Ciprusnak rossz ez egyébként, hanem az összes olyan országnak, aki ennek hatására egyébként bevételeket veszít el, mert elviszik onnan a pénzt. Mindenesetre egész sokáig húzta Ciprus, tehát ez nem tegnap előtt alakult ki. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.